vérplazma adására kérik a koronavírus fertőzésen átesett és gyógyult betegeket. A plazmából készült vérkészítmény segítheti a betegek gyógyulását. A terápiát már alkalmazzák egy betegen, a kezeléseket ígéretesnek tartják az orvosok. Vérplazmát adott Andréka Péter, a Gottszegen György Országos Kardiológiai Intézet főigazgatója is, aki már kigyógyult a fertőzésből. De nekem az első tünetem a fejfájás volt. Csak ez egy kis problémát vett fel, mert ugye én alapvetően fejfájós vagyok, általában kialvatlan vagyok amúgy is. Úgyhogy eleinte én nem gyanakodtam, megmondom ennek őszintén. De aztán utána olyan erőssé vált ez a fejfájás már, és gyakorlatilag nem találtam semmit, ami megszüntette volna, hogy akkor nem éreztem magam annyira jól. De ha teljesen őszinte akarok lenni önhöz, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy én ettől még nem mentem volna át szűrésre, mert igazából nem gyanakodtam. Hanem a feleségem tünetei voltak azok, amik leginkább arra irányították a gondolatainkat, hogy itt valami nem stimmel. Neki is fájt a feje, de ez nem volt olyan erős, mint az enyém, viszont neki nagyon komoly izomfájdalmai voltak. És aztán elindult a levertségérzés, és igazából mi ezért mentünk el az egyik szombat délelőtt a saját intézetembe szűrni, és leginkább elővigyázatosságból. És aztán vasárnap reggel megkaptuk mind a ketten a pozitív eredményt. Igazából három szakaszra tudnánk bontani, amikor is elindult valami tünet, az én esetemben a fejfájás, ami aztán súlyosbodott. Aztán mondom, hogy tűrhetetlenné vált, mert hát végülis mindent ki lehet bírni, de nagyon kellemetlenné vált. Aztán a levertségérzés, fáradékonyságérzés, igaz az, hogy romlik az ízérzés és a szaglás. És ez az egész tünet csoport, ez körülbelül egy hétig tartott. Legtovább a levertségérzés, a fáradékonyság, az ilyen kicsit olyan apátiához közelálló állapot az, ami úgy igazából feltűnő volt. Tehát volt három nap, amikor én nem néztem meg az e-mailjeimet, hanem ilyen korábban még soha nem volt. Úgyhogy nagyjából így lehet, és így tudom összefoglalni. Feleségemnél az izomfájdalom volt az, ami nagyon kellemetlen volt. Neki a mai napig vannak panaszai, tehát már az erőlét azért lassan tér vissza. Én múlt hét hétfő óta dolgozom, de fél egykor már el kellett mennem hétfőn, mert annyira elfáradtam. De napról napra jobb a helyzet. Feleségem is nagyon fáradékony, nagyon gyenge. Az ő esetében is azért alakul valami, csak kicsit lassabban. Hát a legnehezebb az a tünetek miatt volt, tehát most itt nem a pszichés faktorok miatt, hanem a tünetek miatt volt ez a legnehezebb. Nekem még ilyen problémával nem kell, szerencsés vagyok valószínűleg, ilyen problémával még nem kellett szembenéznem, vagy szembenéznünk a feleségemmel. De azért minden rosszban van valami jó, azt mondják. A mi esetünkben a karantén volt az, ami jó volt. Tehát lehet, hogy most tényleg ez furcsán hangzik, mert hogy elmondják, hogy a karantén az tényleg nagyon komoly pszichés tényező sok embernek. Nekünk jó volt a karantén. Tehát igazából otthon voltunk, a kertkapun nem tudtunk kilépni, hát a rendőrség naponta ellenőrzött minket. Egymással voltunk utalva, együtt voltunk. Nekünk korábban nem nagyon, tehát dolgozunk ő is, én is nagyon sokat. Úgyhogy ezek most együtt tudtunk lenni, ez tényleg számított. Ez egy ilyen megerősítő dolog és egy megerősítő érzés volt ez a karantén. Mondtam az egy hetet, ez az én esetemben igaz, durván. Utána talán egyre könnyebb volt, feleségemnek tovább tartott. Tehát neki talán egy ilyen másfél, vagy talán annál is egy kicsit hosszabb ideig tartott. Aztán utána az ő esetében is elkezdett javulni, de szépen lassan tényleg. Hát most az erőlétünk visszanyerése a cél. Én még mindig nem értem el azt a szintet, ahol a betegség előtt voltam. A feleségem meg messze nem érte el még azt a szintet, ahol a betegség előtt volt. Tehát akik még nem estek át, én mindenképpen azt tudom nekik tanácsolni, hogy maradjanak otthon. Ha megtehetik, természetesen. Vannak a társas érintkezésünknek új szabályai. Hát leginkább az a legnagyobb távolság, ami elképzelhető. Aztán nem pusziszkodunk most már, nem fogunk kezet. Ezt nagyon nehéz megszokni, mert a magyar kultúrában ez benne volt.
meg hát még talán mindig benne is van, hogy kezet fogunk, amikor találkozunk, ezt most elfelejtjük. Én azt gondolom, hogy erre nagyon figyelni kell, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez így legyen. Ha betegek vagyunk, mindenképpen maszkot kell hordanunk, ha betegek vagyunk, még jobban kerülni kell az érintkezést. Ha 65 év fölöttiek vagyunk, akkor még csak ne is gondoljunk arra, hogy elmegyünk otthonról. Ha kísérő betegségeink vannak, szív- és érrendszeri betegség, daganatos betegség, tüdőbetegség, még csak gondolnunk sem szabad, hogy emberek közé megyünk, vigyáznunk kell magunkra, vigyáznunk kell egymásra. Akik átestek, ez volt a következő része, a másik része a kérdésének. Hát én is most azért vagyok itt, mert átestem ezen a betegségen, szerencsés vagyok, mert persze elmondtam a tüneteimet, és elmondtam önnek, hogy még ilyen beteg nem voltam korábban, nyilván, mert szerencsés vagyok. És a vérem tartalmaz egy olyan ellenanyagot, amivel jó esetben meg lehet menteni a nálamnál sokkal rosszabbul járt, sokkal nehezebb helyzetben lévő betegeket. Tehát az, hogy én itt vagyok, én azt gondolom, hogy ez a kötelességem, és azt tudom kérni azoktól, akik ugyanígy átestek, mint én, hogy gondolják végig, hogy nem csak azzal tudunk segíteni, hogy bevásárolunk a nagymamának, hanem azzal is ugye jövünk ide. Ez egy tűzszúrás volt. Gyakorlatilag semmit nem éreztem. Most itt fekszem, a gép működik, és önnel beszélgetek, és sosem tűnik, hogy ez nem egy mindennapi dolog. Tehát valljuk be őszintén, nem egy nagy megterhelés, nagyon kicsi árat fizetünk, egy nagyon komoly dologért, amivel akár megmenthetünk egy embertársunkat.